Sárdonyi Géza, nagyapó lovai. Hogy a lovakról folyt a beszéd az asztalnál, nagyapó egyszer csak odafordult a gyerekekhez, és így szól. Melyik ló tud repülni? Egyik se, felelik a gyerekek. Hát a holló? Erre persze minden gyerek azt mondta, hogy az csak ugyan tud repülni. De nagyapó tovább kérdezett. Melyik ló az, amelyik nem is él, hanem a konyhán, Szolgáló, kiáltják a gyerekek. Melyik ló jár iskolába? Tanuló, melyik ló tűri a gyomrában a parazsat? A vasaló, melyik ló az, amelyik nem bánja, ha kilógatják a toronyablakon? Zászló, melyik ló tud fütyülni? Erre nem tudtak felelni a gyerekek, míg végre a megszól az asztal végén. Én.